Mint egy 23 millió szál, két milliárd forint értékű cigarettát találtak a pénzügyőrök a Debreceni repülőtérnél négy kamionban, és elfogták a csempészettel foglalkozó Nemzetközi Bűnszervezet magyar tagját. Közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. Azt írták, hogy az autóalkatrészek alkatrészek közé rejtett szállítmányt a Debreceni repülőtéren szúrta ki a NAV. A teher érkezett rakományt négy lengyel kamionra rakották át, ahogy a járművek hagyták a repülőtér területét, a nap munkatársai feltartóztatták a konvojt. Kiemelték, hogy az Egyesült Arab emírségekben gyártott, Dubajból érkezett, adózatlan cigaretta behozatalával a csempészek mindegy három és fél milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A bűnszervezet négy eddig azonosított tagja közül hárman külföldiek, a negyedik magyar állampolgár. A magyar férfit, aki a Dubajból érkezett csempész cigi továbbszállítását koordinálta Európába, éppen külföldi utazás előtt egy debreceni szálloda recepcióján fogták el a navnyomozói. Az otthonában tartott kutatáson iratokat, elektronikus adatokat továbbá az okozott kár megtérülésére hét nagy értékű luxusautót, több mint 300 millió forint értékű devizát és 49 karórát foglaltak le. Az Europol és az Eurojust bevonásával nemzetközi bűnügyi együttműködésben, Ausztriában, Lengyelországban és Csehországban folytak kutatások, tették hozzá. A magyar állampolgárságú elkövetőt a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. A három külföldi ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A NAV bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz, az elkövetők akár 20 évet is kaphatnak áll a közleményben.